Basszus, te értettél valamit ebből a hálózati kombol? Semmit. Nem tudom, hogy fogunk ebből levizsgázni. Na, de ez még jegyzet sincs, ugye? Jaj, képzeld el! Jó volt. Jövő héten lesz az egész szülinapja. Egyetemen mindig együtt lógok az Ágival, együtt szoktunk vonatozni is, telefonon mindig megbeszéljük, hogy melyik kocsiba üljünk. Ági az első csaj szerintem, akivel komolyabban így összebarátkoztam az egyetemen. Az Ági? Igen, az Ági. Nem lesz az Ági? Miért? Hol van? Vagy hát ez az, hogy azt mondta, szerintem hogy bejön. Nincs még ilyenkor bent. Nincs, azt mondta, hogy 10-re bejön. De mert az előbb, ja, mert vonaton mondtad, hogy jön. 10-től nincs órája. Szerintem. Képzeld el, hogy az Áginak jövő héten lesz a szülinapja, és azon gondolkodtunk, hogy csináljunk neki valamit. Nem tudjuk, hogy mit csináljunk. Ahogy mondtam. Bulit, vagy füstöt, tortát, vagy ilyesmi. Ilyen sorrendben. Igen. Az Ágival beültem a Katapult kávézóba az Asztóriánál. De mennyi lesz? 18? Ha. Hát de miért mennyi? Jó, most már 21 lesz, nem? 2. Már 22? Igen. Wow. Na hát akkor kéne valamit csinálni. Aha. Viccesnek tartottuk, hogy iszunk egy Bloody Maryt, amit az Ági Bloody Marynek nevezett. Tudom, hogy szereti a macifröccsöt, azt hiszem. Egyszer macifröccsöztünk ilyenibe, én söröztem, hogy macifröccsözött. De akkor viszont tortát is kéne sütni. Így tényleg? Nem? Aha. Süssünk répatortát? Azt ne süssünk répatortát. Miért ne? Vagy jó, de nem neked csináljuk, ettem, hanem csak az Áginak. Jó, igaz. De tudni szeret valami más is, amit én is szeretek. Nem láttad az Ági? De ma már láttam. Tényleg? Igen. Hol volt? A vonatom. Leszállt, jó, és ott, igen, ide mert... Minden... Jó, de akkor ti meghoztok én nem... jó, piát. Mi viszünk piát. Jó. Jó, akkor én majd szeretem. Vagy mit? Hoppá. Az Ági nagyon közvetlen lány. Mosolygó, ráadom mosolyog. És előadásokon is egymás mellé szoktunk ülni, ha csak tehetjük. Felőle minden. És meglepetés buli? Igen, meglepetés buli legyen. Bár én nem szeretem az olyanokat, de... De nem neked csináljuk, hanem jó, az Áginak. Igen, már magamból indulok. Igen. Jó. Jó. Szervezzük meg. Jó, oké. Okay. Tudunk szabadabban beszélgetni bármiről. Főleg, hogyha piálunk is néha. Csináltál egyébként egy meglepetés bulit? Igen, a Ritának most a 21. szülinapjára. Meghívtuk egy csomó ismerősét, így elbújtak az én szobámba. A Rita aznap jött fel Pestről vonattal, az Ákos kiment elé, és akkor ő így megcsörgetett, amikor elindultak, és akkor volt torta, meg minden, és akkor így... Abszolút nem tudott volna semmit. Nem, és így hazajött, és így direkt az én szobámba bújt el mindenki, nem a WC-be, mert ugye az lesz az első, ahol majd úgyis bemegy. Uh-huh. És akkor így bement a szobába, és így... Szerintem nem csak olyan egyetemi, tehát nem csak a fénymásolási jegyzetkérésre koncentrálódik ez a barátság, hanem talán több is valamivel. Ágit nem olyan régóta ismerem, de úgy érzem, hogy annál jobban megszerettem. Kinyomoztuk. Tényleg? Hát nagyon nyomoztuk kellett. Hát nem tudott titkolni előre.